Annyi sok napi feladat van, annyi tennivaló, annyi minden kockázat, amit kezelni kell, hogy közben észre se vesszük, észre se veszek, hogy az interneten is van néhány dolog, ami megváltozott, és fontos tudnod. Tudtad, hogy szeptember 26-tól óriásit változott a SEO, a honlapok kereső optimalizálása? És ez a te weblapodat is érinti. A keresés az interneten többé már nem ugyanaz, mint aminek eddig ismertük. A Google generációváltást hajtott végre a keresében, ami a honlapok 90%-át érintette. Reméljük, hogy a tiédet is jól. Hogy lesz ezután? Te benne vagy, mit gondolsz? Igen, jönnek a kérdések, és igen, 2003 óta valamilyen módon én is benne vagyok a mutatványban. Ez most tényleg nagy változás. Korszakváltás. És ha megfontolás érdemesnek tartod, akkor menjünk végig együtt a legfontosabb változásokon. Előre bocsátom, hogy Einstein gondolatát fogom követni. Mindent annyira kell egyszerűsíteni, amennyire csak lehetséges, de nem jobban. Szóval, ha valamelyik gondolat nem világos, akkor ott neked kell egy kicsit az alaptudásodon javítani. De ezt is meg tudjuk együtt oldani, most nézzük meg. 2013. szeptember 26-án a Google 2001 óta legnagyobb algoritmus váltása volt. Ez volt a Hummingbird Update. Sokáig fogunk emlékezni erre a napra, ahol a Google 15. születésnapi rendezvényén bemutatta az új keresési rendszert is. A kereső szavak helyett az összefüggések szerint ad ezentúl találatokat a Google. Többé már nem játszanak a kulcsszavak, hanem az összefüggések a fontosak. 2013. szeptember 26-án, nem győzöm hangsúlyozni, új korszak kezdődött, neked is. Ez az új keresési eredmény, a Google Knowledge Graph. A gépek egymással is kommunikálnak. Sok más keresés odavágó adatait is bemutatják neked. Próbálnak minél összetettebb, pontosabb képet adni, próbálják kifürkészni az eddigi kereséseid alapján, hogy milyen eredményt vársz a keresési feltételek szerint. A legtöbb szempont maradt a régi, de mégis változott. Ezek azok. Tartalom alapú a keresés, komplexitás, összetettség jellemzés ezen belül, az összehasonlítás, az összefüggések, az előrejelzés a legfontosabb szempont. És kibővült a keresési tér. Használjuk a mobil internetet, egyre jobban kell ehhez igazodva keresni. Rengeteg közösségi média megosztás van, a Google Plus van, ehhez képest hatékonyabban kell a keresést megoldani. És mindezt segíti a Google 2011-ben bevezetett azóta fokozatosan terjedő megoldása a hangalapú keresés. Gondolj csak arra, mennyivel egyszerűbb egy mobil interneten, egy mobiltelefonon bepötyögés helyett bemondani, hogy mire vagy kíváncsi. Próbáld ki! A Google Chrome böngészőben már ott van jó ideje ez a jel. Ha valami kimondható, akkor kereshető is, mondják. Beszélgess a keresővel. Kattints rá! Hiszen az új keresés a kérdezz felelek szabályai szerint működik. És ez az új keresés nem csak a keresési eredményeket változtatja meg, de megváltoztatta magát a kereső optimalizálást is. Majd mindjárt meglátod, hogy hogyan, és talán te is azok közé tartozol velünk együtt, akik ezeket a keresési változásokat előnként élik meg. Nekünk ez jobb, hiszen mi eddig is így gondolkodtunk. Többé már nincs jelentősége a kulcsszavakra optimalizálásnak. Én már jó ideje mondom, mutatom és e szerint dolgozom. Elég nehéz volt nekem a többiekkel a főáramlattal szemben menni. Pedig az összjátéka fontos, csak az a fontos. Ha eddig is a tartalomra optimalizáltál, akkor most neked sincs sok új tennivalód. Persze azért van, mert most még jobban
igazodhatsz a tartalom optimalizáláshoz, hiszen a tartalom optimalizálása a legjobb marketing, az elégedett látogató a legjobb SEO-s. Tartalomban van mit javítani a weblapjainkon? Szerintem igen. Mindig követjük a vevőt, és a tartalom a király. Nagy változások vannak a Google Analytikában is, nyilván, ha más a keresés, akkor a más lesz a mérés és a visszacsatolás is. Mi az 5 legfontosabb változás? Ha ezt is megérted, akkor te a Google és az internetes értékesítés alapjaival nagyjából tisztában vagy. Örülünk neki. Az első az analitikai verzióváltás, a Universal Analytics. Mit is jelent? Univerzális analitikai kód nyilván. Azt jelenti, hogy a Google még jobban követi, igazodik a felhasználókhoz, és még jobban igazodik az eszközökhöz, amelyeken a keresést az emberek megvalósítják. Táblagép, okostelefon, asztali gép, mindegy. Minden eszközre pontosabban mér. Mobil alkalmazások, közösségi metacímkék, egyéb minden alkalmazás. Egyre több alkalmazást használunk, és ezekre is jobban mér, jobban követi őket. Mindezt több csatornás elemzéssel, keresztelemzésekkel is kibővíti. Többet nem is mondok róla, most ennyi elég. Ha évközben a beta szakaszban már átálltál erre az új verzióra, akkor most ezzel sincs sok új tennivaló. Ezzel együtt minden honlapot átnézek, ahol ezt a kódot használtuk az elmúlt esztendőben. Ha még nem álltál át, akkor te is lépj be, mert egy kétlépéses megoldást neked is ad a Google az átállásra. És akkor megnézheted a Not Provided kifejezést a kulcsszavaknál. Többen kérdeztétek tőlem, hogy hova tűntek a kulcsszavak, eddig mutatta a Google, most miért nem, és mi az a Not Provided? Röviden megpróbálom elmondani. 2013 márciusáig kell visszamennünk, azóta a Google nem döntheted el, hogy akarod vagy sem, addig választható volt. Most már mindenkinek az úgynevezett biztonságos keresést használja. Nézd meg, a kereső URL címében biztos a HTTP helyett HTTPS-sel kezdődik minden egyes Google keresésed. Ez a Not Provided. Amit a biztonságos rendszeren keresztül keresnek, azt nem mutatja. Ezzel hivatalosan segíteni akarja a keresők biztonságát, a kereső emberek biztonságát. Ne lehessen föltérképezni, hogy merre jársz és mit csinálsz. Viszont ez most a kulcsszavak 70-90%-át is érintheti. Korábban, amíg eldönthette valaki, hogy biztonságos vagy kevésbé biztonságos Google keresést használ, addig kaptál több kulcsszót. Most gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a Google Analytica többé nem mutatja azokat a kulcsszavakat, amikre a nem fizetett keresésekből találták meg a honlapodat. Bizony. Viszont a webmester eszközökben ezután is megtalálod a napi 2000 legjobban teljesítő kulcsszót az előző 90 nap történetével. Ez jó. Sajnos sokszor találkozom, többször, mint szeretnék, olyan weblapokkal, ahol az analitikát megkapom, és nincs összekapcsolva a webmester eszközökkel. Pedig ez már régóta természetes kéne, hogy legyen, ma pedig nem is tudsz nélküle dolgozni, mert az analitikában ezután csak a fizetett hirdetések kulcsszavait láthatod. És a váltás tavasz óta fokozatos volt, több szakaszos. Mégis sokan meglepődtek még a SEO szakmában is. Miért nem láthatók ezután a nem fizetett úgynevezett természetes keresésekből származó kulcsszavak? Vannak, akik nem értik. Miért kelődnek miatta? Valami igazuk van. A biztonságos keresés nem indokolja feltétlenül, hiszen korlátozottan láthatók a kulcsszavak a webmester eszközökben. Megpróbálkoznak analitikai szűrőkkel. Bonyolultabb, csak a nagy cégek számára kifizetődő technológiai megoldásokkal, újabb szűrőkkel, újabb adatokat, újra adatokat szerezni a nem fizetett forgalom kulcsszavairól.
de neked a kisvállalkozónak ebbe nincs, eddig se volt szükséged. Minek válsz neki, ha az ismert versenytársaid már hirdetnek? Ugyan többet tudhatsz meg a kulcsszavaidról, de attól nem lesz nagyobb forgalmad. Igen. A fizetett hirdetések felé terel a Google. Nos, igen, azt kell mondjam. Bár nem nagyon tehet mást. Én azt tanultam, hogy eljön az idő, amikor telítődik a honlappiac. Eljött. Te hogy tennél különbséget a sok tartalomban is jól optimalizált honlap között? A Google azt a megoldást választja, hogy még több adatot mutat a vevőkről és a látogatókról. És nem csak elvesz, hanem másként többet ad. Kaptál egy eszközt már 2012 végén, egy új eszközt, a Google Tag Manager-t. Ismered? Egyetlen Tag Manager kóddal, követő kóddal a weblapot teljes kódja követhető. Azt az egyet kell beilleszteni, és a többit a Google automatikusan címkézi, hogyha a Tag Managerben megadod hozzá a paramétereket. Régen is voltak ezek a követő kódok, de akkor valóban skripteket, tegeket, kódokat kellett beilleszteni a weblap oldalaiba. Egyrészt az analitikát, közvetlenül az egész weblap mérésére, aztán újabb analitikai konverziós követő kódokat, címkéket, meg AdWords hirdetési követő kódokat, remarketing kódokat a termékoldalakban, a webáruházakban általában, és a nagyon fontos, az értékesítés, a vevőkövetés számára nagyon fontos oldalakba, például egy akció lezárását követő köszönő oldalba, szintén kódokat kellett beilleszteni, konverziós kódokat, remarketing kódokat, analitikai címkéket, és ehhez kellett a webmester, mert egy részéig lehetett követni az adminisztrációs felületen keresztül ezeknek a kódoknak az elhelyezését meg tudtuk oldani, egy részén túl nem lehetett, mert bele kellett annyira nyúlni a programkódba, hogy oda már én se jártam be. Most nem kell a webmesterekre várni. És nem kell attól tartanunk, hogy a legjobb szándékok mellett is egy programfrissítésben elfelejtik az összes követőkódot újra visszatenni. Vagy nem kell attól tartani, hogy a szerver valamilyen probléma miatt egy korábbi mentésből visszaállítja a weblapot anélkül, hogy neked szólna. Működik, ott van minden, csak a követőkódok maradtak le. Most ezt mind meg tudod oldani. Egyetlen követőkódot kell ellenőrizni rendszeresen, hogy ez a helyén van-e. Ez pedig a Tag Manager alapkódja, és utána a programba ezeket a címkéket a Tag Manager segítségével el lehet helyezni. Végigvezet, felajánlja neked, hogy most éppen mit tegyél. Persze azt nem mondom, hogy teljesen járatlanul, egy csettintésre meg lehet oldani. De manapság mit lehet az üzletben és a vállalkozásban így megcsinálni? Pont itt lehetne. Minden esetre ezután egyszerűbb és még pontosabb a vevőkövetés. Erre nyugodtan számíthatsz. 2013. októberében egy webináriumon egy kiemelt rendezvénye volt a Google Analytica-nak. Ezt a hármas jelszót fogalmazták meg. Act, Empower, Access. Még több lehetőség az adatok, való együttműködésre, nagyobb aktivitásod lehet, nem csak kapod passzívan és nézegeted, hanem saját magad szűrheted, több lehetőséged van rá, jobb, gyorsabb, pontosabb találatokat kapsz, olyan eszközöket és technikákat biztosít számodra, amelyek jobb döntéseket segítenek, és mindezt úgy, hogy a Tag Manager segítségével, különösebb kódtudás nélkül, valóban az üzletre koncentrálva, a tartalomra koncentrálva, a vevőkre koncentrálva, elhelyezheted a követő kódokat. Hát nem jobb ez nekünk így? Én nagyon örülök neki.
és nem győzöm hangsúlyozni, és örülök, hogy a Google is nagyon sok felé hirtet erről. Nem várja meg, amíg maguktól az emberek fel észreveszik. Sokan kaptak a világon levelet a Google-től 2013. októberében, talán te is. A levelekben a Universal Analytics kód használatát mutatja be, és a fizetett hirdetésekre ösztönöz. Ezen többen fölkapták a fejüket. Miért? Miért arra felé hajt? Van néhány jó tanácsom, amit jó szívvel ajánlok. Elmondom, aztán eldöntöd, hogy hogyan és mire használod. Miért készíts Google AdWords fiókot még akkor is, ha most nem akarsz hirdetni? Én megtanultam, hogy jobb, ha egy Google fiókban van minden a honlaphoz. Ezért azt ajánlom neked is, hogy kezdj egy új fiókkal, abban hozd létre az Analytics fiókot, de előtte az AdWords-öt. Az AdWords-höz kapcsold az analitikát, az analitikához pedig kapcsold hozzá a webmester eszközöket. Így elkerülheted, hogy a külön futó programok összekapcsolásából problémáid legyenek. Hidd el, vannak. Így egy rendszerben láthatsz minden fontos adatot. Így több segítséget kaphatsz a Google AdWords fiókon keresztül, mert ott van ingyenes telefonos és e-mailes távsegítség. Pontosabban mérhetsz. És nem utolsó sorban, ha mégis hirdetni akarsz, már kész a fiók. Miért kapcsold össze az analitikát a webmester eszközökkel? Emlékezz csak rá, a webmester eszközök napi 2000 leggyakoribb kifejezést 90 napig tárolnak. Hát ezért. Az analitikában így láthatod egy rendszerben a webmester eszközök legfontosabb adatait a kulcsszavakról. Feltétlenül kapcsold össze. Az én Google fiókjaim így néznek ki, bárkinek dolgozom. Egy Google fiókban AdWords, analitika, webmester eszközök egymással összekapcsolva, és hamarosan itt lesz a piktogramok között a Google Tag Manager is. Ingyenes hozzáférésed van ugyanabból a fiókból. Kapcsold össze. És használd ki a Hummingbird algoritmus váltás előnyeit számodra. 2001 óta ez volt a legnagyobb váltás, és új korszak kezdődött a keresésben, ahol a tartalom a legfontosabb. A tartalom a király, és a kereső optimalizálást egyértelművé tette, egyszerűbben követhetővé tette, számodra is eszközöket biztosította Google. Így hát azt mondom tényleg, hogy a kifogások ideje lejárt, ideje váltani. Figyelj jobban a tartalomra, a webőid követésére. Válts! Ugyan nincs könnyű pénz a neten. Mindenkinek csak azt mondhatom, hogy a webőkért most még jobban meg kell dolgozni, mint eddig. De most legalább az eszközeid is jobban rendelkezésre állnak. És ami nagyon fontos, ne feledd el, hogy olyanok között kell megdolgoznod, akik már nem próbálkoznak, hanem tudnak. Ha nem értettél valamit, bár én igyekeztem annyira egyszerűen mondani, amennyire csak lehet, akkor fontold meg, hogy az alapismereteket begyűjtsd. Most ennyi fért vele. Nézd meg a teljes előadást is nagyobb méretben, visszalapozható e-bookban. Ott még többet megtudhatsz abból, ami a profi vállalkozók számára már természetes, ők azt mindig számításba veszik. Én oda tettem azt is. Regisztrálj most és töltsd le a teljes e-bookot. Aztán, ha szükséged van rá, itt megtalálsz. Azért, hogy neked is még nagyobb üzlet legyen a kommunikáció. Köszönöm a figyelmedet. Szép napot kívánok!